Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom a gondolataimat, és szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt személyesen vannak jelen, meg azokat is, akik a monitor előtt ülnek. A monitor előtt ülőknek javaslom, hogy érdemes a monitorra figyelni, vagy arra is, mert számos ábra lesz, ami illusztrálja a gondolataimat. Egy ilyen programnak a létrehozásában több szervezet és sok ember munkája van, úgyhogy ezúton szeretném megköszönni a Pszichológiai Társaságnak, a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának a lehetőséget, valamint a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek, akikkel közösen történik ennek a programnak a szervezése, az Egyesületen belül is a Kommunikációs Bizottságnak, és kiemelném a kapcsolattartómat, Csáki Palavicsini Zsófiát, aki nagy türelemmel közvetítette a bizottság gondolatait, egyeztettünk címben, tartalomban, hangsúlyokban. A Covidról fogok beszélni, de ez egy ürügy. Ami engem izgat, az az, a klinikumból jöve, hogy a társadalmi folyamatok, mindaz, ami körülveszi a terápiás helyzetet, az hogyan hat arra a folyamatra, ami páciens és terapeutája között zajlik. Sokáig ennek nem tulajdonítottam jelentőséget, hát ebbe a szocializációnak is szerepe van. Tündérhegyen kezdtem el dolgozni, pszichoterápiás osztályon a 80-as évek közepén, és amikor ott, ha nagy csoporton politikai téma került elő, nevezetesen elkezdték a páciensek szidni Kádár Jánost, akkor az rutinszerűen a fő problémák elkerülését jelentette, elhárítást, szembenállást, ellenállást a terápiás folyamattal, mert hogy hát a politika az, hogy jön be a lélek működésébe és szorongásos problémákba. Ennek valamennyire lehet igazságtartalma adott kontextusba vagy helyzetbe, de hát nyilván volt egy atmoszféra, ami körülvette az osztályt, tehát az életveszélyes volt, lett volna az osztály számára, ha felső körökbe kikerül, hogy a tündérhegyi nagycsoporton a mentálisan problémás páciensek szabadon szidják a rendszert. Hát ebből simán lehetett volna vizsgálat, meg mindenféle. Tehát, hogy több tényezős a dolog, és bevallom őszintén, ez olyan úgy belém ivódott, és én is így voltam vele sokáig, amikor magángyakorlatba kezdtem el dolgozni, ott is, hogyha élesen előjött politikai kérdés, akkor úgy hát vonogattam a vállamat, nem facilitáltam a dolgot, vagy bármi társadalmi, ilyen nagyobb makro folyamat, azon úgy átsiklottam. Egészen addig, míg az egyik délután, 2001-ben, ültem a rendelőmben, ugye akkor még nem volt internet, de hát a rendelőmben nem volt internet, és jött egy páciens, és mondta, hogy hát New York lángokban áll. Hát gondoltam, hogy sok mindent lehet gondolni, álmodni, valamit hallott, átsiklottam rajta, de a következő páciens is mondta, hogy New York lángokban áll, pontosabban a World Trade Center lángokban áll, és akkor valami megmozdult bennem, de ott még mereven viselkedtem, én tartottam magamat, és megkérdeztem őt, hogy hát mi jut eszébe erről, hogyan érinti, de ez már fals volt, mert a gyomrom kezdett összemenni. A harmadik páciensnél viszont már meg se tudtam ezt kérdezni, annyira elöntött a pánik, annyi lehetőségem volt, akkor a családban volt már egy mobil, az nálam volt, mint a családfő, akkoriban ez még így volt, és hazatelefonáltam, hogy hát közömbös hangon, hogy megijesszek bárkit, vagy hogy mi, hogy hát mizu a világba, és akkor a párom fuldokló, síró hangon mondta, hogy mind a két VTC ég lángokban áll. Nagyon nehéz volt
végül is az történt, ugye, hogy jöttek a páciensek zaklatottan, szorongva, és ült velük szembe a terapeuta zaklatottan és szorongva. És ott szembesültem azzal, hogy egy ilyen helyzettel, a megszokott terápiás rutinnal nem lehet mit kezdeni, vagy hát maximum fölfüggesztem a akaratlan is fölfüggesztem a terápiás folyamatot, és együtt elkezdünk sopánkodni, hogy milyen szörnyű a világ, de ugye akkor az már így ezen a szinten nem egy terápiás folyamat. Tehát ez volt az a szembesülésem azzal, hogy fontos, hogy mi történik a terápia körül. Hát ez egy sokkoló élmény volt. És hogy ennek megvan az aktualitása, nem akarok napi politizálással foglalkozni, de hogy napjainkban is, a már itt és mostban is lehetnek olyan gondolataink, hogy nem vagyunk biztonságban, közeledhet a veszély, tehát az ukrajnai háború, ugye sokáig, vagy én legalábbis sokáig nem hittem, meg hogy kicsike, meg hogy nem komoly dolog, hát mostanra látom, hogy nagyon is komoly dolog, és érinti a páciensek biztonságérzését is, nem beszélve arról, hogy van kárpátaljai páciensem is, akinek hát teljesen a bőrén érzékeli a kérdést. Ha ezeket a szempontokat valahogy a Covid-ra próbáljuk vetíteni, akkor annyiban egy sokkoló krízishez vezető helyzetet jelentett a kitörése, főleg az első hullám, hogy váratlanul ért. Ugyanolyan váratlanul ért minket, mint a VTC-nek a lángba borulása. És ez viszont nagyon fölborította az életünk rendjét, hogy milyen mértékben és hogyan, és hogy ki hogyan járult ez hozzá, erre majd ki fogok térni. Nagyon nehéz volt és megterhelő volt amiatt is, hogy előzmény nélküli volt, nem éltünk át. Ilyet talán hasonlónak tekinthetjük a spanyol náthát, de az történelem, egyikünk se ért a spanyol nátha idején, legfeljebb nagyszüleink emlékezhetnének rá. Mindezek miatt, ami készületlenül ér, rövid idő alatt ér megterhelés, és nincs hozzá megoldási módunk, definíció szerint ez vezet traumához. Ezért a feltételezésem az az, hogy ott legalábbis mintázatában lélektanilag traumát éltünk át, traumatizáltak voltunk, és ami fontos, hogy persze pácienseinkkel együtt. És itt vonok analógiát a VTC-vel, hogy belekerültünk valamibe, terápiás helyzetben, belekerültünk valamibe, amibe terapeuta és páciens együtt volt benne. Én a terápia, a terapeuta szót használom, de érvényesnek tartom a szempontjaimat minden segítő szakmára, tanácsadásra is, pszichológiai módszerekre is, szociális munkára is. Tehát mindenhol, ahol két ember kapcsolati folyamatán alapul a segítségnyújtás, csak így röviden terápiának vagy pszichoterápiának nevezem. A hirtelenség az, és előzmény nélküliség azzal is járt, hogy sok feltételezéssel kellett dolgozni, és sok döntésünk részben mérlegelésen alapult, de részben pedig hiedelmeken alapult. Amikor benne voltunk, akkor nem tudtuk persze, hogy mi az, ami reális mérlegelés következménye, és mi az, ami hiedelmen alapul feltételezésen. Csak ilyen egyszerű példaként mondom, hogy infektológus tekintély nyilatkozott a tévében, hogy amikor csomagszállítóval rendel az ember ételt, akkor ahogy lerakják a zacskót, az gumikesztyűvel kell bevinni a lakásba, minden egyes darabot hipóval elmosni. Mert akkor még nem tudtuk, hogy bár hát terjedhet kézen át, de nem ez a hangsúlyos terjedése a Covid-nak, úgyhogy én is szorgalmasan hipóval
mostan mindent, a kenyérféléket beraktam a sütőbe, és számos probléma adódott a gyümölccsel, hogy akkor azt is hipóba mossam-e. Eszembe jutott gyerekkorom, kiskoromban szüleim miatt Kairóba értem, ott ennek volt egy rutinja, a gyümölcsöt azt hipermangámba kellett áztatni. Az nem maró, nem mérgező, de mindent elpusztít, ezért a narancs meg a banán az mind a barna színű, színű volt, mire ettem. Utána is néztem, de nem kaptam hipermangánt Budapesten, úgyhogy maradt a agyon hígított domestos. Hát ettől a banánnál nem volt baj, mert a héj eltűnt, de már a paradicsom az határhelyzet volt. Ha visszatekintünk, akkor az első hullámnál még nem volt egyértelmű, hogy mi a hangsúlyosabb, ami történik, hogy itt egy járványról van szó, vírusról, fertőzésről, közegészségügyről, pandémiáról, vagy mennyire egy társadalmi kérdésről van szó. Azért mára látjuk, hogy a járvány már az első hullámban is jelentősen elérte az egészségpolitikát, pártpolitikát, gazdaságot, a társadalmon belüli együttműködés kérdéseit például. Amikor már ez nem az első hullám, hanem később, amikor már volt maszk, akkor hát hosszú menetek mentek, hogy ki hogyan viseli a maszkot. Nagyon sokan úgy viselték, hogy ugye csak a orruk alá tették, és akkor mindenféle kedves gúnyrajz jelent meg, hogy ez mivel egyenlő, hogyha a fürdőgatyámat férfi létemre így hordanám. Tehát nem volt evidens, hogy mindenki mindent megtesz. Nemzetközi szinten is feszültségek voltak, vagy annak volt belpolitikai hatása, a svéd modellre talán emlékszünk, ahol alig volt korlátozás, vagy a kínai modell, ahol meg óriási korlátozások voltak, amit a hazai társadalom valószínűleg így nem viselt volna el, vagy akár, hogy melyik nemzetközi sok embert hozó programot rendeznek meg, és miért, vagy melyiket nem rendezik meg, és miért. Ezek mind nem virológiai, infektológiai szinten dőltek el, nem szakemberek, természettudományos szakemberek ültek le mérlegelni, és egy javaslatot adtak a rendezőknek, hanem társadalmi erők mentén dőltek el. Tehát mindenképpen hangsúlyosak voltak a társadalmi részei. De nem kell ezen meglepődni, mert a járvány az ritkán marad járvány. Az eredeti menet az az, hogy egyáltalán nem járvány a járvány hatását tekintve, és ez jól megjelenik a pestisbe, ami valójában a maga idejében 1300-as években volt a legnagyobb pestis járvány. Ez nem járványügyi kérdés volt, hanem elsősorban társadalmi kérdés. Méghozzá azon a módon, hogy bűn és félelem gondolatai övezték a pestis járványt. Bűnhődés és vezeklés és büntetés volt az egyik leghangsúlyosabb védekezés ellene. Ha hatását nézzük, akkor a büntetések áldozatai azok nagyon jelentős százalékát teszik ki a pestis áldozatainak. Tehát ördögtől valónak tekintették. Az, hogy valami terjeszti, arra hát a tapasztalatok alapján volt rálátás, de ez megmaradt azon a szinten, hogy szennyezett a levegő, és piszkos a levegő, és akkor aki megbetegszik, a körül is piszkos a levegő, és attól terjed a járvány. De elsősorban a levegőtisztítás volt valahogy a középpontban az ilyen különböző ráolvasások mellett, de hát látunk is képeket, egész sokáig tartott, hogy ilyen füstölőkkel, fertőzés idején, járvány idején füstölőkkel járták az utcákat. Tehát elsősorban bűnbakképzés volt, és akkor lehetett bűnbakokat találni. Eretnekeket, és akkor azokat el lehetett égetni.
az csak nekem úgy megtetszett, azért írtam oda, hogy a szó eredetileg az filozófiát szabadon választó, azt jelenti a görögből. Ered, nagyon nagy volt a nőellenesség, hogy a nők terjesztik a betegséget, és ez illeszkedett abba a középkori felfogásba, és akkor azon belül is idolként, ilyen Jolly Jokerként, akkor a baszorkányüldözés az jól jött, annak mindig nők voltak az áldozatai, olyan vallató módszerekkel, hogy ha túléli, akkor boszorkány, és azért kell megölni, ha nem éli túl, akkor nem volt boszorkány, de hát legalább tudjuk az igazságot. De ugyanígy bűnbakká váltak muszlimok és zsidók, illetve fontos volt a vezeklés, ami az önostorozó flagellának térnyerésében jelent meg. Maga a pest is, egyik legfőbb hatása az az volt, hogy fölborította a társadalmi rendet. Radikálisan fölborította a társadalmi rendet. Én nem azt mondom, hogy összemérhető a Covid és a pest is, középkori pest is hatása, de hogy a társadalmi rendünk, ami megszokott volt, és volt egy kerékvágása, számos ponton fölborult, erre valószínűleg mindannyiunknak vannak gondolatai. A fő tanács a menekülés volt. A járványban a menekülés az ilyen szétspriccelős. Minden, szerte szaladunk járványban, ez történt az olasz városokban is, hogy mindenki elmenekült a városból. Ha belegondolunk, hogy ez hogy történik, akkor én elmenekülök valahova, de mivel mindenki menekül, ahova én menekülök, ott már van pest is. Tudok párhuzamot vonni, ahogy Covid alatt megteltek a balatoni hétvégi házak. Emberek boldogan, kezdetben boldogan rohantak le, hogy akkor nyaralunk és nyugi van, és aztán kezdett valahogy sok helyen fullasztóvá válni az élet, mert hogy kiderül, hogy egy hétvégi nyaraló az nem alkalmas tartósan a családi életre az összezártság miatt. Plusz volt időszak, amikor a helyiek föllázadtak, mármint a balatoniak, hogy ide jönnek a budapestiek, és ők hozzák ide a betegséget. Az is lehet egyébként, hogy igazuk is volt, hogy legalábbis meggyorsította a betegség terjedését ez a szanaszét futás. Pestisnél olyan mértékben zajlott ez, hogy kiürültek helyek, ezért lehetett dizsmálni, fosztogatni, és vagy magányosan elvonultak az emberek, vagy hedonizmusba csaptak át. Például a Boccaccio Decameronja az jól illusztrálja ezt. Az a novellás kötet az olyan történeteket tartalmaz, amik pestis elől elmenekült emberek egy kastélyban mesélnek egymásnak. Tehát káosz és pánik volt jellemző a pestisre. A mintázata, ahogy mondtam, a szerte szétfutás, és ezt azért hangsúlyozom, mert itt szeretném jelezni, hogy például a mai fenyegetettség, amit az ukrán-orosz háború jelent, az nem szétfutás tömegfolyamatát aktiválja, hanem az elfutás tömegfolyamatát. Tehát ha így térben akarom jelezni, így most önöknek, akkor hát itt van az orosz medve, amelyik jön és ki tudja, hol áll meg, és a késztetések, fantáziák az az, hogy innen elszaladni. Társasági beszélgetéseknél megy a licit, hogy ki hova tud szaladni, a teljesen tét nélküli az az, hogy Bécsbe megy, vagy Grázba, amelyiknek már van ereje az az, hogy Ausztráliába megy, és akkor az szorong, aki nem tud olyan messzire elmenni, és ennek van egy ilyen társas rendezési elve is, vagy menete szociális közegekbe. De hogy a társadalmi rend fölbomlása olyan erős volt, hogy családi rendszereket is fölbontott, tehát gyerekeket hagytak hátra, kegyeleti szokásokat is fölbontott,
a temetések, azok inkább ilyen gyors elhelyezések voltak, elfölderés, vagy késői elfölderéssel, ahol még a kegyeleti szokások fölrúgása is hozzájárult a fertőzéshez. A mértéke a tragédiának azt mutatja, hogy a 75 milliós Európában 20 millióan haltak meg, ami azért több mint 27%. A védekezés gyerekcipőbe járt, és sokáig azt hittem, hogy ez a csőrös alak, ez a halált mutatja, és a pestist jelképezi. Kicsit rájátszik a grafipka, mert nem látni az egeremet, a kéz az ilyen csontvászszerű, de valójában ez az orvosok, úgynevezett orvosok öltözéke volt. Viasszal bevont kabát, fejüket elfették, és a csőr az a mai maszknak az őse volt. Teletömték gyógynövényekkel, illatos füvekkel, hogy megszűrje a levegőt, tisztítsa a levegőt. És bár lehettek volna tapasztalatok, mert Milánóban bevezették a karantént, és ott csak 15%-os volt a halálozás a 27-tel szembe, de hát az információ áramlás ezt nem tette lehetővé. Tehát ami párhuzam a pestis és a Covid között, mint járványdinamika, hogy a Covid is részben maradt infektológiai kérdés, és hangsúlyosan társadalmi folyamatokat indított el, és diszfunkcionális struktúrák és folyamatok jelentek meg, vagyis olyanok, amelyek nem feltétlenül szolgálták az emberek jólétét. Fogom majd részletezni. Összefoglalva így az elején azt mondhatjuk, hogy ami elindult, az leginkább az archaikus tömegfolyamatok aktiválódásával írható le. Ezt majd a definícióját majd mondom, most csak azt jelzem, hogy erre jellemző, hogy affektus vezérelt, tehát nem gondolat és tervezés, hanem impulzus és affektus vezérelt, csak részben illeszkedik a realitáshoz, pervazívan átjárják a szociális struktúrákat, családoktól kezdve szakmán át, és az egész társadalmat. És a diszfunkcionalitásra egy példát, ezt is fogom majd részletezni, amilyen módon az első hullámban az egészségügyi ellátás sérült, az utólag visszatekintve látszik, hogy az diszfunkcionális volt, de rá tapadt a politikára, politikai folyamatokra. Például, ha visszagondolok, soha nem született egy olyan állásfoglalás járványügybe, amelyet mindegyik párt támogatott volna. Tehát, ha valamit azt akarjuk, hogy jól hasson, akkor annak nyilván ereje van. Mik is azok az archaikus tömegfolyamatok? A Le Bont idézem, aki azt mondja, hogy a tömeg, és ő az archaikus, struktúrálatlan tömeget értette ez alatt, tehát aminek nincs egy terve, hanem összegyűlt sok emberből áll, és affektusok vezérlik. Azt mondja, hogy az olyan, mintha egy organizmus lenne. Tehát nem egyenlő az összetevőknek, a összetevő egyéneknek az összességében, hanem valami más minőség. Ez a filmbejátszás, ez csak egy illusztráció, hogy azt akarom illusztrálni ezzel, hogy én hogyan próbálom elképzelni, hogy mit jelent az, hogy a tömeg egy organizmus, hogy a seregélyeknek ez a felhője, ami a film elején volt, vagy itt látszódik is, ebben nem látszódik a seregély. És nem egy seregély irányítja, hanem valahogy egy olyan kommunikáció alakul ki köztük, amik egy rendszerbe fogják össze őket. Tehát valójában megszűnik az egyén a tömegben. Le Bon nekem úgy került a látóterembe, hogy a tömegpszichológia és én analízisbe Freud hosszan elemzi Le Bon gondolatait, és aztán hozzá is fűz sok minden. Amit kiemelnék, az az, hogy a tömegben az egyén, az nagynak, erősnek
érzi magát, ha része ennek az affektus vezéreltségnek, akkor a nagysággal azonosul, olyan gondolatok oszlanak szét, vagy terjednek el, hogy mindent elérhetünk, nem állhat semmi az utunkba. Jellemző a tömegműködésre, hogy nincs idődimenziója. Ezért látható az, hogy bizonyos például etnikai konfliktusoknál több száz éves sérelmek úgy jelennek meg, mintha tegnap történtek volna, és pár évtizedes vagy egy-két száz éves sérelmek pedig teljesen feledésbe merülnek. Mondjuk a törökökre, azokra ma nem mint ellenség gondolunk, pedig hát nagyon sokáig sanyargatták a magyar népet. Ugyanakkor nem tudom én más nemzetiségekre, vagy nemzetségekre, vagy népekre meg nagyon ellenségesen tudunk gondolni, miközben közel nem okoztak annyi fájdalmat, veszteséget, mint a török hódoltság. Jellemző a tömegre, hogy intenzív idealizációk vezérlik, és emellett csökken a kritikai képesség vagy készség. Ez megjelenhet egy vezető irányában is, de a vezető az lehet valamilyen eszme is, lehet világnézet is, amihez tartozunk. Sokszor a vezető az nagyon is valamilyen eszmét képvisel, azt testesíti meg, és a hozzávaló kapcsolódás és kötődés az nagyon erős tud lenni, és összetartja a tömeget. Az archaikus működést jellemző a tömegnél, hogy képi formákba gondolkodik inkább. Tehát a megfogalmazások is a tömeg számára akkor hatékonyak, hogyha képekben van megfogalmazva, és ami fontos, hogy nem logikai, hanem affektusok mentén kapcsolódnak. Ezért például a gyűlölet az egyik célról nagyon könnyen áttehető egy másik célra. Ha egyszerűen a gyűlöletről van keltve, akkor az könnyen változtathatja a tárgyat. Az affektus vezéreltség viszont azt hozza, hogy nem racionális észokok, mérlegelések, hanem az aktuális affektusok a döntőek a működésben. És az egésznek az erejét az adja, hogy a résztvevők azok egy közös egyetemesség élményt élnek meg. Az egyéneknek csökken az önállósága, és a belső működésük tömegrészé válik. Tehát ez egy érdekes jelenség, a részleteire most nem tudok kitérni, de hogy ahogy a tömeg működik, az áthatja pervazívan az egyén belső mentális működését, és ennek köszönhető, hogy nem tudjuk a tömeget meghatározni az egyéneken keresztül. Például én úgy gondolom, hogyha egy vesztes foci csapat drukkerei meccs után vonulnak az utcán és törnek, zúznak, az egy nagyon agresszív és romboló dolog. De lehet, hogy az egy-egy tag, amikor véget ér a rombolás, akkor hazafele menet azért beugrik és vesz tejet, kenyeret a családnak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a futball huligánok azok agresszív emberek, hanem a futball huligánok agresszív tömegben, egy agresszív tömeg részeként agresszíven viselkednek, de másnap nem feltétlenül agresszívek. És hát számos egyéb példát lehet mondani, mondjuk háborús bűnösökről, akik kegyetlenkedtek, de közben kiderül, hogy mi családapák rendesek voltak, és a gyerekeiket például nem verték és nem kínoszták, hanem nagyon is gyengéden és szeretetteljesen gondozták. Hogy működik a tömeg, az azért fontos, mert a szorongás az a tömegdinamika mentén terjed, és ahhoz, hogy a COVID hatását mélyebben megértsük, ahhoz ezt jó ismerni. Ha társadalmi krízis van,
akkor a járványhoz hasonlóan lebomlanak a társadalmi folyamatok és struktúrák, ugyanúgy, ahogy előbb mutattam, tömegfolyamatok aktiválódnak, és az egyéni működés az leírható úgy, hogy a kontrollált helyet automatikus mentalizáció válik uralkodóvá, vagyis az egyéni szinten megfigyelt reakciók azok vehemensek, szélsőségesek, arhaikusan szerveződők, és ez mind nagyon hasonlít ahhoz, amit Freud a primer folyamatokra jellemzően határozott meg, röviden, ahogy a tudattalan működik, leginkább a tudattalan működést az álmok struktúrájával, jellegével írta le Freud. És csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy ma már ismerjük mindennek a memóriarendszerhez kötött működését, ahol az ősibb agystruktúrákhoz kötött emlékezési folyamatok tartoznak, amit implicit procedurális memóriához, illetve arra épülő folyamatoknak nevezzük. Szélsőséges esetben pánik tör ki, tehát teljes kontrollálatlanság és káosz, amire az a jellemző, hogy vélt módon a tömeg érdekét, jólétét szolgálja, de a gyakorlatban valójában egy önpusztító folyamat. Ez egy illusztráció, és egy szélsőséges példa, hogy itt jól látni, hogy a tömegnek az a része, amelyik ehhez a kerítéshez került, azt maga a tömeg nyomja szét. Elég komoly szenvedésekről lehet szó, például ha megnézzük a két bal oldalán a hölgynek az arcát, hogy milyen erővel van neki szorítva a rácsnak, vagy a középen valaki a karjával, hogy próbálja védeni az arcát. Tehát valószínűleg itt súlyos károsodások történtek, vagy akár emberélet is veszélybe került. Hogyan van a veszély tömegben? Mi a szerepe? Az a paradoxon, hogy egy tömeg pánikja az nem áll szoros kapcsolatba a veszély nagyságával. Példaként tudom mondani, hogy a Zrínyi kirohanása az biztos volt, hogy ott mindenki meg fog halni. Hát annál nagyobb veszély nem létezik. Mégis, legalábbis a történeti följegyzések szerint Zrínyi és serege, maroknyi serege, az fegyelmezett rendben rontott ki a várból, és rontott neki a törököknek, és fegyelmezett rendben hullottak el. Ezzel szemben az asszírok, amikor megtámadták a zsidókat, ők pánikba kerültek, és majd mindjárt fogom részletezni, hogy ez hogyan történt. Itt látjuk a Zrínyit, amint kirohan, ez meg az asszír támadás Betulia ellen. Hatalmas túlerővel érkeztek az asszírok a maroknyi védővel szembe, és talán ismerte a tömegfolyamatokat a szép zsidó asszony Judit, aki kiment az asszírok táborába, elcsábította Holofernészt, az asszírok fejedelmét, vezérét, és amikor már nagyon leitatta, akkor levágta a fejét. Majd kiment a seregbe, és fölmutatta a fejét az asszír vezérnek, amire a hadseregben pánik tört ki, és szerte szét szaladtak. Miért is történt ez? Itt csak megjegyzem, hogy amikor szétszaladtak az asszírok, akkor a maroknyi zsidó sereg a nyomukba eredt, és az volt a utasítás, hogy akit csak lehet, azt mészároljanak le, vagyis bosszút álltak a dolgokért. Ha transzgenerációsan nézzük, akkor sajnos mindig a megtorlás áldozataiból lesznek a jövő agresszorai, és ezért ez egy végtelen folyamat, miközben nagyon nehéz nem bosszút állni a
veszteségekért és a fájdalomért. De mondjuk ez alátámasztja azt a vélekedést, hogy a bosszú az nem egy egészséges folyamat, az nem segít elrendezni a lélektani dolgokat, sem egyéni szinten, sem társadalomban tömegszinten. Freud azt mondja, hogy a vezér elvesztése okozta a pánikot, azzal együtt, hogy a veszély nem növekedett. Hát létszámban a kaszír hadsereg megmaradt, ha lett volna egy jó erős helyettese, akkor azt mondja, hogy mostantól én vagyok az, aki Holofernész volt, akkor semmi nem történik. De hát ahogy az szokott lenni hadseregekben, a hódító hadseregekben, nem volt utódja. Tehát vezér nélkül maradt a tömeg, a hadsereg, és ettől megszűnt a vezérhez kötődés. Ha megszűnik a vezérhez kötődés, azzal párhuzamosan a szolidaritás is megszűnik, tehát horizontálisan is megszűnik a kötődés, és felbomlanak a kapcsolatok. És a kapcsolatok felbomlása, vagyis a kötődés megszűnése vezet szorongáshoz. És vezet a pánikhoz, amikor mindenki csak magával törődik, és megszűnik a szolidaritás. A szorongás dinamikája tömegfolyamatokban ehhez hasonló. Tehát, ha összefoglaljuk, azt mondhatjuk, hogy tömegben, társadalmi krízisekben a szorongás nem a veszély ereje és nagysága váltja ki, hanem hogy mennyire marad meg a kötődési képesség. Tehát a veszély a kötődést bontja föl először, és a kötődés megszűnése vezet szorongáshoz, ami aztán pánikhoz vezet. Mondjuk így elképzelem, egy plázában egy tűz, az könnyen pánikhoz vezet. De ha a plázában kéznél van, vagy hamar ott van egy tűzhez értő ember, aki elkezd világosan utasításokat adni, hogy merre van a kiárat, és hogyan menjenek fegyelmezett rendbe, akkor lehet, hogy megerőzhető a pánik, tehát hogy ott a tömeg kap egy vezér formájában, egy irányító formájában egy kötődési személyt. Tehát addig jutottunk, hogy nem a veszély nagyságától függ a szorongás, hanem a kötődés fölbomlásának a mértékétől függ a szorongás. Zrínyékre azt mondhatjuk, hogy ott nagyon erős volt a kötődés. Nyilván a Zrínyéhez, mint vezérhez is, de a nemzethez is, magyarsághoz is. Tehát olyan erős volt a kötődés, hogy a biztos halál veszélye sem bontotta föl ezeket a kötődéseket, és így nem is lett belőle pánik. Ha a Covidot nézzük, akkor egy kis pániknak lehet értékelni azt, hogy soha nem volt élelmiszer hiány, mégis elkapta az embereket azt, hogy nem ártana bespejzolni. És ettől átmenetileg bizonyos helyeken elfogytak bizonyos élelmiszerek, amik még tovább fokozták a fölvásárlást, tehát a szorongás valósággá tette az élelmiszer hiányt. De itt nem a veszély volt a lényeges, mert volt elég élelmiszer, hanem a szorongás. Én bevallom magamról őszintén, én biztos voltam benne, hogy nem fagy ki az élelmiszer, mert az úgy látszódott az első hullámban, hogy nem reális. De amikor a közértben a tizedik embert láttam megpakolt konzerves tolókocsival, akkor azért ötöt én is vettem. És hogy működik a lélek, hogy hazavittem, de nem szóltam otthon, hogy vettem öt konzervet. Most minek ijesszem meg őket? Hanem most pájzba szépen eldugtam, és szerintem még ma is ott vannak, mert a franc akar bab konzervet enni. Amúgy. Majd meg kell nézem, hogy lejárt-e. De igaziból ezt csak azért mondom, hogy ezeknek borzasztó nagy ereje van. Szóval tudtam, hogy hülyeséget csinálok, de úgy éreztem, hogy annyival könnyebb lesz a lelkem, ha legalább öt konzervet veszek, hogy nem tudtam ellenállni. Azt is tudtam, hogy öt konzerv az egy családnak, hát
két ebédre elég szűken. Tehát nem old meg semmit. De nem tudtam elképzelni, hogy ott legyek konzerv nélkül. Még megfordult a fejembe, amit édesanyámtól hallottam második világháborúból, hogy sárga borsó, meg lencse, mármint száraz formában, nagy mennyiségben, meg ilyesmi. Ezeket amúgy én nagyon szeretem, de ennek a fölhalmozásától azért el tudtam már tekinteni. Valamennyi érett gondolkodást azért meg tudtam őrizni. De amire illusztrációként mondom, az az, hogy nagyon nagy ereje van, és ha benne van az ember, akkor ilyen cirkuláris visszacsatoló körök jönnek létre. Például valaki biztos látott engem 5 konzervvel sorban állni, akire meg én hatottam úgy, hogy akkor ő is vesz valamennyi konzervet. És ezek különböző régiókban, területeken így tud történni. Mindennél a freudi hadsereg példa az a tájékozódási ponthoz ad példát. Tehát a vezér az egy tájékozódási pontot jelent, és annak az elvesztése az végtelen bizonytalanságot tud generálni. Hogy miben bízok, és miben nem, milyen állításban bízok, és miben nem, ez egy összetett dolog. Egy része az ellenőrizhető és racionális adatokon múlik. Covid esetében világos volt, hogy itt van a Covid, és vannak megbetegedések. De minden igazodásnak és bizalomnak van egy része, amit nem tudunk ellenőrizni, hanem csak feltételezések mentén tudunk viszonyulni. Ezt én jobb hiány hiedelemnek nevezem. Nagyon nehéz ezeket szétbontani. De mondok egy példát, hogy egy közösséget nem azért szeretünk, mert annak tagjai tisztességesek, mert nem tudhatjuk, hogy minden tagja tisztességes egy közösségnek. Mondjuk az, nem tudhatom, hogy az én pártom minden tagja tisztességes, nem csak itthon, a világon egyik pártnál se lehet ezt tudni, hanem azért szeretem a pártomat, mert úgy gondolom, hogy abban tisztességesek vannak. És mivel önmagamat, meg senki se nevezi önmagát tisztességtelennek, mindenki tisztességesnek gondolja önmagát, ezért úgy gondolom, hogy én a tisztességesekhez tartozom. Vagyis aszerint választunk közösséget és pártot, hogy melyikről gondoljuk, vagy véljük úgy, hogy tisztességesek. De ezt sosem tudjuk teljesen leellenőrizni. Lehet változó, hogy mennyire vannak adataink, de mindig van egy pont, ahonnan nem látunk tovább, és csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Egyszerűen olyan összetettek ezek a folyamatok, hogy soha nem átláthatók teljesen. Tehát egy ponton hiedelem és az enyémmel közös feltételezés fog engem mozgatni. Ez adatok tekintetében ez nem reális, de mégiscsak azt látjuk, hogy egy közös értékhez való tartozás, legyen az világnézet, párt, akár szakma, annak viszont nagyon nagy közösségalkotó ereje van. És a közösség meg valóság. Közösség ereje az egy valóságos érték. Benne lenni jó, nem térek ki részletesen rá, de a közösséghez tartozás egészségessé tesz, és aki egészséges, az jól tud közösséghez tartozni. Innen van nekem ez a gondolatom, most csak nagyon tömören mondom, és furcsán fog hangzani, de ebbe az értelemben gondolom ezt, hogy a politizálás az egészségessé tesz. Mert a közügyekbe való részvétel, akármilyen szempontból, az mentálisan az egy egészséges folyamat. De akárhogy is azzal szembesülünk, hogy szubjektív élmények valódi közösséghez vezetnek. Tehát a világnézet az nem azért fontos, hogy igaz vagy nem igaz, hanem összetartozást ad és egy orientálódást ad.
Ennek köszönhető, hogy számos hit létezik a világban, és én itt most a pszichológia szempontjából a hit közé sorolom az ateizmust is, mert arról se tudunk meggyőződni, hogy létezik-e egy isteni valami, vagy nem létezik egy isteni valami. Abból a szempontból valami létezik, hogy a világnézet az közösségalkotó, méghozzá nagyon erősen közösségalkotó. Csak egy varga betűt teszek ennek az erejének az illusztrálásához, hogy azt számtalanszor láthatjuk, hogy pártpolitikai kérdések családokat tudnak szétválasztani és szétverni. Tehát erősebb tud lenni a világnézet, mint a családi kötelék. Miközben a realitás az, én szerintem, hogy egy családnak nem dolga politikailag homogénnek lenni. Nem a család, hogy politikailag homogén legyen, hanem azért, mert hát, ahogy Maugliba a farkasok mondták, egy vérből származunk. És ha ennek a szeretet, az összetartozása mozgatója, és nem a mások pusztítása, akkor egy konstruktív és előre vívő dolog, mondjuk ilyen menedzser világban ezt szervezeti lojalitásnak nevezik, ami egy fontos dolog, hogy egy munkaerő hogyan lojális, hogyan elkötelezett a szervezetnek. Nézzük, hogy akkor milyen hatásai voltak a COVID-járványnak. Részben itt azért ismétlem, mindenképpen volt egy olyan hatása, hogy felszámolta a kötődéseket. Én a magam példájából mondom, mert én akkor is láttam, de ezt csak itt mondom, hogy én azt nem tartottam jónak, de megértem. De nem tartottam jónak, hogy voltak, akik elmaradtak idős szüleik látogatásától, és az élelmiszert kosáron kellett fölhúzni az erkélyen. Mert ezek az idős szülők, ezek magányosan éltek, akkor nem volt semmi kapcsolatuk. Tapasztalatom szerint, és ebben benne van szomorúan mondom a saját családom is, ez a magány, ez radikálisan rontotta az idős emberek egészségi állapotát, nem beszélve a mentális állapotukról. Tehát itt a járványnak egy olyan szolidaritás romboló hatása volt, ami nem volt adekvát valójában. Erre fogok azért tényszerű adatokat is mondani, ez most csak egy ilyen szubjektív megjegyzés, ahogy én láttam a világomat. Én végiglátogattam az édesanyámat járvány alatt, hát pokoli óvintézkedések közepette, kézmosás és maszk, és rajta maszk, és mínusz 10-ben is szellőztetés, tehát mindenféle gonosz dolgot elkövettem vele, de ott voltam, és ő szentségelhetett, hogy hát Lacikám, ne légy már hülye, ez miért csinálod ezt? Tehát volt kivel veszekednie. Az egy más kérdés, hogy olyan is volt, hogy beült a kocsijába, és elment egy plázába, ez még ilyen maszk nélküli időszak volt, hogy ő pizzát vásároljon magának, mert úgy megkívánta. És akkor én persze örjöngtem, amikor ő büszkén mondta, hogy a finom pizzát ettem, örjöngtem, hogy miért csinálja ezt, és akkor azt mondta, csak hogy lapolódnak át a rétegek ahhoz. Mondom, azt mondta, hogy hát Lacikám, én az egész életemet magam intéztem. Most miért várod, hogy most másképp csináljam? És ezen a ponton azt megértettem, hogy ha megtöröm benne ezt a kapaszkodót, tényleg az egész életét maga intézte, így aztán az enyémet is. Ezért lettem analitikus. Hogyha ezt megtöröm, akkor valami olyasmit török meg benne, ami neki az életet jelenti. Úgyhogy hát nem törtem meg, de nagyokat üvöltöztünk egymással. De az mégiscsak más, hogy ott voltam, hát legalábbis mentegettem magam, ott voltam, és veszekedtünk, az más, mint ha a kosárba kellett volna fölhúzni az ételt az erkélyről. Tehát a járványban nem voltak igazodási pontok, hogy kell, hogy bánjunk az idős anyánkkal. Hát ezt mindenki úgy csinálta, hogy bírta. Ezért én nem azt mondom, hogy úgy kell csinálni, hogy én csináltam. Én így bírtam csinálni.
más meg máshogy bírta csinálni. A másik pedig, hogy ami volt is igazodási pont, most direkt kicsit ilyen szélsőségesen, csak az egyszerűség kedvéért mondom így, mondjuk igazodási pont, hogy idős szüleinket tessék rendszeresen látogatni. Hát ez egy társadalmi norma. Ezek meg elvesztek, felszámolódtak, mert a járványnak az ereje, a maradj otthon szlogene, a home office-ban dolgozzunk, ami mint egy zászló lobogott a fejünk fölött, ez mindennél erősebb volt. Visszatérek erre a kérdésre majd a terápiákkal kapcsolatban is. Tehát a járvánnyal kapcsolatban kevés egyetemes szempontunk volt, nem volt mit kipróbálni, vagy minden, amit csináltunk, az egy kísérleti lépés volt azzal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Miközben sokszor úgy éltük át, hogy a jó döntést, az egyedüli jó döntést hozzuk meg. De ezek a döntések valójában kísérletezések voltak, mert minden döntésünk egy ponton feltételezésekre épült, vagyis szubjektív tényezők határozták meg. Ha a társadalmi folyamatok modelljéhez akarom kötni, akkor hiedelmek szerint léptünk, és sokszor a viták is, hogy most mit kell és mit nem kell, mit szabad és mit nem szabad Covid ügyben csinálni, azok hasonló viták voltak, mintha a világnézeti kérdésekről vitatkoztunk volna, vagy pártokról, politikáról vitatkoztunk volna, mert nem voltak ellenőrzött adatok, nem tudtunk mérlegelni, de ahol lehetett volna, ott is sokszor elmaradt ez a mérlegelés. Tehát azt látjuk, hogy a Covid is legalább annyira volt társadalmi kérdés, mint infektológiai kérdés, nem olyan mértékben, mint a pestisnél. De ha arra gondolok, hogy egy járvány úgy tűnik, ha egy nagy járvány van, akkor az elsősorban társadalmi kérdés, akkor olyan nagyon nem csodálkozom azon a sok irracionális dolgon, ami a Covid járvány alatt történt, amelyekről utólag könnyű mondani, hogy azok irracionálisak voltak. Mondok egy példát. A 2000 március 13-án, egy pénteki napon rendelték el az iskolákba az online oktatást. A kijárási korlátozás az két héttel később, március 27-én került elrendelésre. Valószínűleg ebben volt valami stratégia, péntekeket vártam reszketve, hogy mit fognak bejelenteni. Ugyanakkor a különböző pszichiátriai és pszichoterápiás ellátóhelyek, és ebben beletartozik az OEP finanszírozta és a magán ellátó helyek is, már március 27-e előtt bezártak. Az online-ra történő átállás, erre egy vizsgálat is történt, majd mondom, csak most így előzetesen, magárendelésekben Budapesten az online terápiára történő átállás gyakorlatilag a 13-át követő hét közepére, 90%-ba megtörtént. Úgy, hogy sem páciensnek, sem terapeutának nem volt tapasztalata, gyakorlata az online terápiába. Hogy hogyan, mennyire irracionális az, hogy bár nem értem, hogy hogy született ez a rendelet, de ez egy nagyon pozitív dolog, az külön kiemelte, hogy egyrészt egészségügyi gyógyító tevékenység erre nem vonatkozik a korlátozás, a mozgáskorlátozás, illetve külön ki van emelve a pszichoterápiás ellátás, nevesítve van benne, hogy arra sem érvényes a korlátozás. Tehát mindenki szabadon mozoghatott volna. Vegyük figyelembe, hogy ez az első hullám, és akkor majd a számadatokat fogom később mutatni. Én most csak a pszichiátriával foglalkozom, és csak említem, tehát a pszichoszakmával foglalkozom, és csak említem az elmaradt vizsgálatokat szomatikus vonalon, az elmaradt beavatkozásokat, a
osztályok kiürítésének a mértékét, amiben a pszichiátriai osztályok első helyen jártak bezárás szempontjából. Ezeknek a következménye egész biztos, hogy mérhető. Én nem néztem utána, de egész biztos, hogy mérhető. Tehát járulékos, ahogy mondják, járulékos veszteségei is vannak életben a COVID-nak. A pszichológiai ellátásoknál, pszichoterápia, pszichológiai segítségnyújtás, ott nem történt bezárás, de volt ez a tömeges online-ra váltás. Miközben a tapasztalat az ott és akkor is látszódott, hogy a krízis miatt az eredeti terápiás folyamatok és célkitűzések is azonnal felfüggesztődtek. Ez természetes, hogy krízisben egy futóterápia célkitűzése zárójelbe kerül. Az nem természetes, hogy ezt csak nagyon kevesen beszélték meg a pácienseikkel, hogy most járvány van, krízis van, hogyan dolgozzunk tovább. Aminek egy része az is, hogy vajon átváltsunk-e online-ra. Az online-ra váltásnak a következménye, hogy mennyire akad el a terápia, arról szintén kevesen gondolkodtak előre, és utólag se nagyon hallani arról, hogy ez problémát okozott volna. Általában az a szakmai dumcsiban a diszkuszió, hogy hát milyen jól megy online-ba is a terápia. Hogy hogyan nem ment jól, arról nem nagyon szoktunk beszélni. Miközben a pszichiátriai társaság közleménye szerint az online találkozás az csak részben tudja a személyest pótolni. Ez a teljes pszichiátriai populációra vonatkozik, illetve Osváthnak egy vizsgálata azt mutatja, hogy előző évre vetítve ebbe az időszakban a szuicidium 16%-kal emelkedett. Ami attól borzasztó rossz és nagy szám, hogy évek óta egy csökkenő tendenciát, így mutatom, csökkenő tendenciát mutat Magyarországon a szuicidium, és ez alatt az időszak alatt, amiről itt szó van, 16%-ot emelkedett. Gondoljunk bele, hogy ez hány embernek a 16%-a, vagy hogy ez milyen, mekkora szám lehet, és nézzük meg a járvány számait. Az első hullámban a legmagasabb száma az új eseteknek, az első hullám ez a 2020 március. A legmagasabb szám 210 volt. A második hullámban, ami decemberben volt, 2020 decemberet táján, ott 6800. Az elhunytak az első hullámban, a teljes lockdown idején, a legmagasabb egy nap 17-es volt, és a második hullámban 1898. Miben vagyunk most benne? Tehát ez egy május másodikai adat. A új esetek száma 2183 naponta, tehát az első hullámnál lényegesen nagyobb, a másodiknak a harmada durván, tehát annál kisebb. A halálozás május másodikán az 65 volt. Hát szokott lenni 50 is, de ez a nagyságrend. Az első hullámban ugye 17 volt, a másodikban 210. Lehet azt mondani, hogy ma van oltás, meg maszk. Persze, és ettől lehet szabadabban élni. De a végeredmény az mégiscsak az, hogy a mai napon is négyszer annyian halnak meg naponta, mint az első hullámban. Tehát ha csak infektológiai szempontból nézem, és nem társadalmi kontextusban az egészet, de úgy is kell nézni, csak én most poénkodok, akkor azt kell mondjam, hogy ahogy ma élünk, az hülyeség. Hát négyszer annyi halnak meg, mint az első hullámba, és ahhoz képest, hogy hogy éltünk az első hullámba, most már semmi nincs. Történt egy kutatás, ez a
mentálport rendelő dolgozói csináltak. A mentálport rendelőbe nagyon nagy arányban történt online-ra váltás a terápiákba, de nem automatikusan történt. Körülbelül 2 héten át zajlott a folyamat, és az volt a lényege, hogy egyénenként kellett indikálni, mérlegelni, hogy megtörténik-e az online-ra váltás, vagy nem. Nézzük meg a számokat. Nem tudom, hogy olvasható-e, ami az oszlopok alatt van. Az első hullámban az online-ra váltás az pár napon belül az 65%-os volt. Míg a második hullámban ott csak 36-37%-os. Tehát miközben sokkal nagyobb volt a halál és a megbetegedés, közben a kollégák sokkal jobban mérlegeltek már. Egyszerűen azért nagyobb volt a veszély, de több volt a adat, volt mihez kötődni. Kevesebb volt a szorongás. Ugyanez vonatkozik a vegyes dolgokra is. Első az az online és személyes vegyesen, a második hullámban pedig kiugró az online és a személyes, és a csak személyes az első hullámban alig volt, második hullámban meg kimutatható. Tehát azt látjuk, hogy az első hullám arányaiban, bár 90%-os volt egy héten belül az átállás, ebből azt következik, hogy nem valósult meg teljes mértékben a szakmában a mérlegelés, és olyan helyeken is, esetekben is átállásra került a online-ra a terápia, ahol ez kontraindikált volt. Most labilis működés, korai sérüléssel élők esetében ez egy sokkal nehezebben zajló folyamat. De hogy második hullámra a tapasztalat miatt, bár nagyobb volt a veszély, de a kollégák többet mérlegeltek. Változatosabbak voltak a setting megoldások. Előtérbe került az együtt gondolkodás mérlegelés a pácienssel, és maga a váltások módja is különböző megoldásokban változtak, színesedtek. Tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy ez az egyszerű vizsgálat, ez alátámasztja azt a freudi gondolatot, hogy a pánik az nem a veszély nagyságától függ, hanem a szorongástól függ. Az külön érdekes, hogy Freud ebbe a művébe az összetartó erőként a kielégülésében gátolt libidó kötődés fogalmat használta. Aztán elunta ezt a hosszú kifejezést, és több helyen egyszerűen kötődést említ. Tehát már Bowlby előtt ő eljutott a kötődéshez. Hát neki nem volt meg az a fogalmi apparátusa, amit aztán Bowlby létrehozott. Tehát szüksége volt a libidóra, mint valami konfliktus generáló tényezőre. Mindaz, amilyen szorongással zajlik, az megmutatta a járvány alatt is, hogy bizonyos esetekben háttérbe szorult a szolidaritás. Nézzük, hogyan hatott mindez a terápiás kapcsolatokra. Azt már eddig is jeleztem, hogy valamennyire a környezeti hatások mindig részei a terápiás kapcsolatban, legfeljebb nem jelennek meg, hanem finoman, észrevétlenül szövik át. Ha hirtelen felerősödnek, akkor váratlanul jelennek meg a terápiás kapcsolatban. Ennek van egy dinamikája, és itt kezdődik a javaslat, hogy hogy lehet ezzel bánni, nem csak terápiában, hanem az életünkben is. Ha terápia felől nézünk, akkor a társadalmi hatások dinamikája nagyon hasonló ahhoz, mint egy terápián kívüli találkozás a páciens és a terapeuta között. Ha például a büfében, színházban találkozik páciens és terapeuta, akkor olyan helyzetben látják egymást, amilyenben még nem látták egymást, és nagyon meghatározó a színházi szociális helyzet.
Azonban olyan aspektusokat és perspektívákat hoz be a terápián kívüli találkozás, amelyek nehezen értelmezhetők és kezelhetők később a terápiás kapcsolaton belül. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy olyan közös külső élményt éltek át, aminek az élmény része folytatódik a terápiás kapcsolatban, de a kontextus, a szociális kontextus felszívja az egészet. Tehát meghatározóvá válik például, hogy a páciens számára, hogy látott engem a színházi büfé előtt tolakodni. És akkor ez a tolakodás, ez nagyon erősen hat, és miközben a folyamatban lehetséges, hogy őt azért rázza meg az én tolakodásom, mert az ő agresszív apjára emlékeztetem. De a színházi kontextusból közvetlenül ez a múltbeli emlék és áttételi folyamat nem megragadható. Tehát a terápián kívüli találkozás felerősíti a terápiás kapcsolat reflektálatlan folyamatát, ugyanakkor nehezebb megragadni. Fontos, hogy mi történt ott és akkor, és hogy hogyan folytatódik ez itt és most a terápiában. Méghozzá azért fontos, mert a társadalmi folyamatok attól, hogy egy olyan tényező jön létre, amiben mindketten benne voltunk, páciens és terapeutája, nagyon hasonló a színházi találkozás helyzetébe. Tehát valaminek a része, együtt válok valaminek a részesévé a páciensemmel együtt, és ez behozza a VTC helyzetet, ahol nem tudom, meg se tudom kérdezni, pláne nem hitelesen, hogy is tessék mondani, milyen hatással van önre az égő VTC. Vagy ami még borzalmasabb lenne, hogy esetleg gyerekkorában nem volt-e olyan érzése, mint most, ahogy a VTC-t nézi a tévébe. Azért mondom ilyen ironikusan, hogy éreztessem, hogy mennyire lehetetlenné teszi egy külső erőtér, ha az belülre kerül az ezzel való bánásmódot. Tehát azt mondhatjuk, hogy olyan úgy kerül a környezeti társadalmi folyamat, ha az intenzív, a terápiás kapcsolatba, mintha a terápiás helyzeten belül egy terápián kívüli találkozásra kerülne sor. Ez így mondatban szörnyen hangzik, a lényege az a fajta gondolat vagy beállítódás, hogy van itt valami, amiben mind a ketten benne voltunk. Én tolakodtam a büfé előtt, a páciensem meg hát lemaradt, ő nem tolakodott. És akkor ebbe voltunk benne, együtt mit tudunk ezzel kezdeni, mindenképpen az itt és mostban. És ugyanilyen dinamikája van krízis nélkül is világnézeti és etnikai kérdéseknek terápián belül. Ennek elég gazdag irodalma van a színes bőrű terapeuta, fehér páciens és fordítva az amerikai pszichoanalízisbe, de ha belegondolunk, akkor egy éles választási időszakban a terápiás helyzeteket átjárják ezek a kérdések. Nagyon régen történt, jött egy páciens, kilógott egy bizonyos újság a táskámból, nem jól raktam be, ő oda pillantott, és amikor elhelyezkedett a fotelbe, akkor úgy rám nézett, hogy szóval ön is ezt az újságot olvassa. És meghitt melegség terjedt szét a rendelő, hogy hát mi ezt olvassuk. Összetartozunk, ami terápiás folyamat szempontjából ugyanúgy problémás, mint hogyha ebből konfliktus lett volna, mert önmagában ez nem szolgálja a terápiás folyamatot. Nézzünk akkor a végén néhány technikai kérdést. Tehát számolni kell, hogy a szélsőséges események pervazívan behatolnak a terápiás térbe, és ezzel rendkívüli komplexitást hoznak létre. Tehát a diádikus kapcsolatban egyszeriben tömegrészként is ülök szembe a pacienssel. Tehát mondjuk aki örült, hogy ugyanazt a újságot olvasom, vele
azt éltük át, hogy mi egy tömeghez tartozunk, egy párt preferenciához tartozunk. Tehát nem mondjuk Pisti és Laci ült egymással szembe, hanem két ilyen-olyan világnézetű ember a háttérben sok százezer másikkal. És ez nagyon megváltoztatja a terápiás menetet. Aki csoporttal dolgozik, az különösen ezt át tudja érni, amikor a csoport tömeg részekre esik szét, és ott törnek ki a pártvillogások. Amit még szeretnék akkor kiemelni, technikai megfontolásként, hogy el kell tudnunk képzelni, hogy egy közös mező részei vagyunk. Van, amikor ezt a Covid alatt, ezt meg is fogalmaztam a páciensnek, hogy kérdezte, hogy én szorongok-e, és ez egy bizonyos pácienseknél azt mondtam, hogy így, hogy szorongok, azt nem tudom, de félek. Van félelmem. Mert muszáj volt realitássá tenni ezen keresztül, hogy érünk. Nem az önfeltárás volt ebben részemről a megfontolás, hogy akkor lássa, hogy én is ember vagyok, és akkor nekem is vannak félelmeim, vagy modellt nyújtani, hogy én hogy tudok bánni a félelmeimmel, hanem azt akartam érzékeltetni vele, hogy ezzel együtt vagyunk. Együtt félünk, együtt tépelődünk, együtt nem tudunk bizonyos dolgokat. Mint minden ilyen analitikus, technikai dolog, elmondani mindig nagyon egyszerű. Egy terápiás helyzetben ennek a kongruenciáját hordozni, tehát hogy a belső hangolódásom és amit verbálisan megfogalmazok, azok szinkronban vagy integrálva legyenek, hát az tulajdonképpen a képzésnek a része. És végül ez csak egy ilyen összefoglalás az eddigieknek, hogy mit lehet tanulni abból, ami történt, hogy tudni kell, hogy krízishelyzetben, társadalmi krízishelyzetben a terapeuta reflektív kapacitása is csökken. Tehát magamat felelős vagyok azért, a terapeuta mindig felelős azért, hogy olyan állagban vagyok-e jelen, amiben tudok terápiát csinálni. És abban, hogy mekkora a reflektív kapacitásom, azt senki más nem fogja tudni megmondani, csak én magam. És hogy így fogadom azt a pácienst, akinek szintén a krízis miatt, szorongás, erős affektusok miatt csökkent a reflektív kapacitása, tehát már ketten vagyunk. És ugyanannak vagyunk a része is. Ami fontos, hogy maga a terapeuta is válhat a szorongás közvetítőjévé, ha az egész folyamatra nincs reflektivitása. Ezt itt most nem tudom részletezni, egy analógiát tudok mondani, hogy a traumák azok át tudnak adódni transzgenerációsan, de ezek nem valami rejtélyes módon adódnak át, bár metakommunikatíve, de az én álláspontom az az, hogy valójában ezek családon belüli mikrotraumatizációk sorozatával adódnak át a következő generáció számára. Csak erre családon belül nagyon nehéz ránézni vagy reflektálni. Járvány esetében nem generációk közt adódik ez át, hanem valahogy interszociálisan adódhat át. Például, aki elején, amit mondtam, társas közegben, aki azt mondta, hogy Ausztráliába tud menni, az átadta a szorongását annak, aki csak Bécsbe tud menni. Egész magabiztos volt, és kisimult az arca, a bécsi az meg így ment össze. Ez egy vicces példa, de hogy amit ki akarok emelni, és erről is keveset beszéltünk, a szakmába, hogy a szorongást a COVID-járvány alatt sokszor a terapeuta maga adta át, annélkül, hogy akarta volna, vagy rálátott volna. Tehát ilyen akaratlan ártalmakra is lehet gondolni, hogyha egy munka abból áll, hogy két ember beszélget és kölcsönhatásba kerül. De hát a pszichoanalízisnek ez a nehézsége és közben meg a szépsége is Covid alatt is, és a hétköznapokban is. Köszönöm szépen!